A tűzoltók egy karácsonyfa tüzet szimulálnak. A karácsonyfát általában a nappaliban helyezzük el. Ha kigyullad a fa, gyorsan átterjedhet a tűz a bútorokra, a függönyre, ugyanis a gyantás fenyő könnyebben lobban lángra és hamar elég. Rendkívüli gyorsasággal szinte egy-két perc alatt leéghet egy átlagos másfél méteres karácsonyfa, és a helység 5-10 perc alatt kiéghet. Ilyenkor dobjunk a fára pokrócot, mert a friss oxigén tovább táplálja a tüzet. Fontos az is, hogy megfelelő oltóvíz forrásájon rendelkezésre nem kell nagy dologra gondolni, a kis dolgok ugyanolyan nagyszerűek, legyen kéznél egy pohár víz vagy egy tálkában víz, amelyek az elsődleges beavatkozást meg tudják tenni, hogy a későbbi lángok tovább tudjanak terjedni a lakásban. Egyébként, ha a baj bekövetkezik, akkor mindenképpen hívják a 112-es segélyhívó számot. Az égősorokat is ki kell próbálni, lehetőleg napközben figyelni kell arra, nehogy éjszaka történjen meg a baj. Rengeteg olyan elektromos tűz szokott ebben az időszakban keletkezni, amelyek képesek egy egész lakóházat lángra lobbantani, illetve mindenképpen felhívnám a figyelmet a vegyes tüzelésű, illetve egyéb kályhák melegedő eszközöknek a használatára, tehát a vegyes tüzelési kazánok esetében a tűzifát mondjuk tegyük távolabb egy kipatanú szikra, ugyanúgy tűzveszélyes lehet, illetve tűzet idézhet elő. Sokan otthon saját kezűleg készítették el az adventi koszorút és egyéb lakásdíszeket. Érdemes arra is figyelni, hogy a gyertyák alá hőszigetelt anyag kerüljön. Minden elővigyázatosság ellenére is az országos statisztikák szerint 40-50 tűz adódik minden év az egész évben bekövetkező átlagos 5000 lakástűzből 1000 az advent és a vízkereszt közötti időszakra tehető.